Szóval azért jöttünk Esztergomba, mert Lacit, az unokatestvéremnek a férjét ma fogják diakónussá szentelni. És egyébként pappá szentelés is lesz ez a mai nap, itt a hátam mögött, itt oldalt az esztergomi bazilikába. Úgyhogy ez itt egy nagy nap, nagy jeles nap itt Esztergomba. És most erről a ceremóniáról fogtok látni egy rövid kis összeállítást. Reméljük, hogy be fogok jutni, mert egyelőre most ilyen nagy a sor. Egyébként bent se lesz más a helyzet. Nem soká kezdetét veszi a ceremónia. Nagyon sokan vagyunk, tényleg nagyon sokan. Javában zajlik az eszemiszom dínom-dánom. Még nem sikerült Lacit elkapjam egy kis riport erejéig, ahol meg fogom majd kérdezni tőle, hogy miről is szól ez a tulajdonképpen a mai nap, mert én sem vagyok teljesen 100%-osan képbe. Nem kell együtt hátrafele menni. Szóval itt van Laci mellettem, és akkor most ő el fogja mondani, hogy mit jelent az, hogy valaki diakónus, jól mondom? Diakónussá fölavatni. Szóval ez mi ez? Mit kell tudni erről röviden? Azt, hogy nem avatták, hanem szentelték. Igen. Nagy. Ez olyan tulajdonképpen, mintha valaki kapna egy jogosítványod. Van jogosítványod? Igen, mire van? Hát A-ra, B-re, vagy C-re, vagy itt a D kategóriára. Az körülbelül kicsit hasonló, hogy szentelés az tulajdonképpen a papsági rendfogazatban, mert addig valakit megkeresztelnek, vagy elsáldozó volt, vagy mit a bérmálkozás volt, ugye ezek ilyen szentségek, és a papság szentsége is egy ilyen alkalom, és a papság szentségében három fokozatban van, a diákonus, a pap és a püspök. És akkor most van egy jogosítvány, ami a diákonusságban való tevékenységgel vonatkozik, amiben annyi lényeges, amit talán érdemes így a tudni, hogy én, aki nem misészhetek, tehát hogy a ige liturgiát bemutatok, de misében az a bor, víz, aki ilyet már látott, azt ottan nem, átváltoztatás azt nem tartom, illetve gyóntatás nem lehet végeznem, de ugyanúgy keresztelés, hittan, első áldásra felkészítés, temetés, betegek ellátása. Pédikál! A feleségem, mert nős diákonus vagyok, és a katolikus egyházban, aki állandó diákonus, az nős diákonus is lehet,
Én nősdiákonus vagyok, ez azt jelenti, hogy nem lehet, vagy nincs tovább lépés a papságra, tehát aki házas emberként van, az egy dolgot mondj még el nekünk, az, hogy mikor ott lefeküdtetek a bazilikába, az miért elfáradt mindenki, vagy ennek van valami jelentősége? Ez tulajdonképpen a teljesen átadás jelenti, tehát lefeküdni, tehát van az, hogy az ember esetleg letérdel, akkor valami fajta kis átadás van, tehát azt mondja, igen, hogy én letérdelek valaki, vagy fejet hajtok valaki, hogy megtisztelem magam. A lefekvés az pedig már a teljesen átadás. A mi részünkről átadtuk teljesen életünket az Isten számára a püspök atya imádságon, és közben pedig a hívek, az egyház pedig énekelte, és kérte az összes szenteket, az egyház szentjeit, meg a mi védőszentjeinket is, hogy imádkoznak értünk. Tulajdonképpen itt az egyház, a hívek imádkoztak, hogy a püspök szentáljen föl minket. Aki Erdő Péternek hívnak. Erdő ő Magyarországon Péter. A legfősőbb pozícióban van, igaz? Ő a primás. A primás ugye, aki elő van, de ő bíboros, tehát ez a papi rangban, egyetlen bíborosunk van most már csak. Ő a bíboros és püspök érsek, de ezek közül is több is van, mert több egyházmegye van, és ezek közül ő a legfőbb. Tehát a bíboroson még csak tényleg röviden csak annyit, hogy amikor megválasztják a Vatikánba az új pápát, a bíborosok szoktak beülni egy ilyen kis, hova? Konklávé. A konklávé, ez az egész procedúrának ugye a neve, a konklávéba, és a bíborosok választják ki saját maguk közül a következő pápát, és ugyebár minden országnak több bíborosa is lehet, vagy csak egy? Van, akinek több is van, például mondjuk Olaszországban több bíboros is van. Aha. Sokhoz függ, tehát létszámban, tehát az országnak a nagysága, hívők létszáma, sokkal alapján határoz meg a pápát. Hát köszönjük szépen ezt a... Nagyon szívesen! Vallásomat tekintve személy szerint én keresztény vagyok, római katolikus, ha úgy tetszik, viszont nem is szeretnék nagyon belemenni az ilyen vallásos dolgokba, de nagyon érdekes, amikor látod ezeket a vallási dolgokat, illetve vallási szertartásokat, szokásokat és ilyen dolgokat. Ez a mai pap szentelés is nekem nagyon érdekes volt. Most ez mindenkinek a saját dolga, hogy mennyire hiszi ezeket a dolgokat, vagy mennyire vallja magát vallásosnak, vagy nem. Ennyi fért a mai vlogba. Az új feliratkozókat köszöntöm a csatornán, és ha most látod legelőször ezt a vlogot, akkor arra kérlek, hogy még mielőtt feliratkoznál, nézd meg néhány korábbi videót, van belőlük 173, ha jól emlékszek, ezen kívül, és ha még mindig úgy döntesz, hogy tetszik a vlog, és szeretnéd követni, akkor iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm szépen még egyszer az időtöket, a figyelmeteket, köszönöm, hogy feliratkoztatok, köszönöm, hogy néztek, találkozunk holnap. Sziasztok!